Perla Kiréka most óvodába jár, ősszel azonban már ő is elsős lesz. Elmondása szerint a játék fog neki legjobban hiányozni. Egyet tegyében. Sajnálod, hogy elmész az oviból? Igen. Azért, mert az iskolában tanulunk, az oviban meg néha játszunk is. Gondolod, hogy az iskolában nem lesz alkalmad játszani? Pár alkalmam lesz. Nagyon kevés. Mit hallottál az iskoláról, milyen? Hát azt hallottam, hogy ott sokat tanulnak, az első osztályban készítenek mondjuk macskót. Nemrég voltunk az óvodával az iskolába, ott készítettünk kis macskát. Folyamatban van az elsősök iratkozása Szerbia általános iskoláiba. A hivatalos iratkozás május végéig tart, de az iskolák kötelesek fogadni a jelentkezőket szeptember 1-ig. Idén várhatóan 75 ezer kisdiák kezdi meg tanulmányait országszerte. A szülők számára fontos, hogy gyerekeik megfelelő szintű oktatást kapjanak. Igazából, tehát megmondom, ez már egy több hónapja már tart nálunk ez az iskolai fölkészülés, mivel a kislányom most lesz első osztályos. Az óvodában már fölhívták a figyelmünket, tehát, hogy majd lesznek ilyen nyílt napok az általános iskolákban. Mi a legközelebbi háromban voltunk, megnéztük tehát a tanítónénik programját, magának az iskola programját, tehát, hogy hogy készülnek, mik lesznek a teendők, milyen tehát választott tantárgyak, nyelvek és stb. Vannak. Tehát ez egy elég fontos része volt a felkészülésnek, technikai felszereltség, igazán tapasztalat, tehát a tanítónék tapasztalata, stb. Tehát ez még mérlegen van. Nincs döntés. A gyerekkel is ezt beszéltük. Igazából tehát közös döntés lesz. Hát ugye a gyereknek azt számít, hogy hova mennek az óvodatársak, de hát nem csak ezt kell mérlegelni. Ez is egy fontos szempont, hogy azért ne szakadjon meg ez a barátság. Viszont én úgy gondolom, hogy azért majd még azért mérlegre tesszük a háromat, úgyhogy még nincs döntés. A Magyar Nemzeti Tanács adatai szerint Vajdaság szerte tavaly több mint 15 ezer magyar diák iratkozott be első osztályba. Felmérések szerint a tartományban magyar diákok száma csökkenő tendenciát mutat. Ennek ellenére a Perlaki család fontosnak tartja az anyanyelvű oktatást. Magyar tagozatra természetesen. Magyar anyanyelvek vagyunk, mi végig így tanultuk mi is. Azzal, hogy szeretnénk persze, hogy a környezetnyelv is, hát nem a környezetnyelv, az államnyelvet is megtanulja, tehát a szerb nyelvet mindenféleképpen, de úgy gondolom, hogy az anyanyelven kell megtanulni mindent, erre lehet alapozni, és akkor utána ugye úgyis lesz választott nyelv, lesz a szerb nyelvünk kötelező, tehát igazából nyelvekből tető, úgymond a padlás is tele lesz. A döntés egyértelmű volt? A magyar nyelvvel kapcsolatban? Az természetes, tehát igazából én tudom, hogy visszamenőleg is, tehát az én felmenőim mind magyarok voltak, másik az, hogy igazából tehát az ember, ahogy anyanyelvén tanul, tehát úgy tanul meg mindent, tehát azt fogja elsajátítani, az arra tud alapozni. Igazából tehát ez olyan, mint egy jó alap a háznak, tehát ez fontos. A Magyar Nemzeti Tanács támogatja azokat a családokat, akik magyar nyelvű osztályokba iratják a gyermekeiket. 75 eurós oktatási támogatásban részesítenek minden óvodást és első osztályba induló iskolást. Ezen kívül az elsősök még tanszercsomagot is kapnak. Az iskolabusz program keretében külön járatok indulnak azok a kisdiákok részére, akik a lakóhelyükön kívül járnak magyar osztályban. Az autóbuszok ingyenesek. Az MNT beiskolázási programja számos előnyt és kedvezményt kínál azoknak, akik magyar osztályba iratják a gyermeküket.